Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet szakértői küldöttségével találkozott Kolozsváron Kovács Péter, az RNDSZ főtitkára kisebbségi kérdésekben egyeztetett az EBSZ küldötteivel. A találkozó napi az erdélyi magyar kisebbséget foglalkoztató legfontosabb gondok szerepeltek. Elsősorban a tervezett alkotmánymódosítás kérdése, a szimbólumok használata elég akadályok. Szó esett az anyanyelvi oktatási kérdésekről különös tekintettel a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen kialakult helyzetre. A kultúra támogatásának aránytalansága is felvetődött. Pontos hangsúlyozni, hogy ezek szakértők voltak, tehát egy későbbi magasabb szintű találkozónak az előkészítéséről volt szó. Végül is ők nem reagáltak érdemben ezekre a felvetéseinkre, sűrűn jegyzeteltek, sűrűn bólogattak az ők előterjesztésük meghatározó tud lenni abból a szempontból, hogy a kisebbségügyi főbiztos milyen álláspontra helyezkedik majd a február végén sorra kerülő magas szintű találkozókon. Az ebes kisebbségügyi főbiztosa Astrid Tors február végén látogat Romániába.